az elmúlt 7 hétből kiemelni a legfontosabb, legérdekesebb pillanatokat szerintem nagyon nehéz lett. Pont engem itt az elmúlt 6 év M2 Petőfi TV-ről kérdeztek, hogy nekem mi volt, és nagyon gondolkodnom kellett. Lilla, neked itt az elmúlt 7 hétből van valami, ami azonnal beugrik így most a döntő után, nem tudom, 5 perce? Figyeljetek, nagyon nehéz erről most beszélni, mert elképesztően végig izgultuk, végig játszottam a 7 hetet, azokat a sorsokat, mert egy kicsit sorsokról is van szó, a körülményekről, az, hogy hogy alakultak dalok, és azért annyi mindenre volt lehetőség például, hogy mennyit változtak dalok, előadók. Ez egy nagyon izgalmas, és aki ezt, főleg mi, akik ugye még a 400 valamennyit úgy hallgattuk, hogy nem is tudtuk ki az előadók, nem láttuk, nem hallottuk, és ahhoz jutottunk idáig, és mennyi fejlődésen, mennyi átalakuláson mentek át a dalok és a versenyzők, nekem az már egy önmagában egy film, egy komoly film lehetne ebből. A zsűrizésnél ez egy komoly szempont volt, hogy volt egy dal, ami nyilván jó volt, hiszen azért válogattátok be, de aztán hétről hétre ezek a dalok alakultak. Azt te figyelted, hogy úgy is adtad a pontszámodat, hogy melyik fejlődött a legtöbbet? Igen, de ez egyébként nagyon nehéz, és most is azt mondom, hogy ha én azt gondolom nagyon lelkiismeretesen és örlődve is gondolkodtam nagyon sokat, rengeteget hallgattam zenéket, mögöttes történeteket, ezeket mind összeadtam, sorsokat, hogy mi van mögötte, milyen tudás, milyen fajta zenei ízlés, milyen korábbi dalok. Azért ez egy, a zsűrinek nem csak az a feladata, ez egy fókuszált dolog, és mellette ugye teljes igazság nincs a földön, ugye ez relatív, de a művészet az egy irgalmatlan nagy felelősség, és közben meg annyi boldogságot ad. Tehát én láttam is, hogy a lelkedre vettett. Én nagyon. Most láttam, igen, a végén, nagyon, hogy kifejezetten izgultál, igen, és szorítottál, és hogy elöntöttek az érzelmek. Igazából nekem az az alap, hogy aki már itt a végén a finishben van, azt én már nem is differenciáltam volna, bevallom őszintén. De hát ez a abszurditása is a versenynek, a számokkal való differenciálás, amikor többször hangsúlyoztuk társaimmal is, hogy valamit nem lehet. Ugye annyira relatív ez az egész, de közben mégis van egy koncepció. Tehát azt kell eldönteni, és ez egy nagyon fontos, hogy mi az embernek a koncepciója, hogy ez egy dal, verseny. Voltak olyan szempontok, amik alapján hiába mondom magamnak, hogy a művészeti produkció, mint énekes vagy előadó művészt elvisz minket, elvarázsol. De azért nem szabad elfelejteni, ott van mindig, azért figyeljük egyben a dalt is. Hát Lilla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és tudtunk erről beszélgetni. Sokkal többet lehetne, és mindenkinek gratulálok. De még a többieknek igen, is köszönöm szépen, megtisztelő volt, köszönöm.